Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Üdvözlész, üzanya, te szülted a királyt, aki az ég és föld ura mindörökkön örökké. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon a Szent Egyház Lourdes Szűz Máriára emlékezik. Minnyájuk ismerjük a történetet. 1859-ben boldogságos Szűz Mária megjelent Bernadettnek, jelezte azt, hogy azon a helyen, ahol találkoztak, ott építsen kápolnát, imádkozzanak és bízzanak Jézus erejében, ami egyszerre gyógyítja a testet és a lelket, és azóta milliók vándoroltak oda, zarándokoltak oda, és sokan meg is kapták a testi és lelki gyógyulást. És az emlését mi is azért ajánljuk föl, hogy bízzunk a kegyelemnek a gyógyító erejében, ami egyszerre gyógyítja az embernek a testét és a lelkét. Egészen sajátosan ezt a emlését emeséért ajánljuk föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Ferenc pápa egy külön körlevelet adott ki erre a mai napra, ünnepre, ami jelzi, hogy ennek nem csak testi bajai vannak, hanem lelki bajai is. És ezeket a lelki bajokat a szeretet gyógyítja, amelyet el kell fogadnunk és meg kell osztanunk másokkal. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Valóban tudom-e elfogadni ezt a kegyelmet Jó Istentől embereken keresztül, és ha helyzetben vagyok, akkor tudom ezt megosztani másokkal. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, védelmez minket, mert gyengék vagyunk. A szeplőtelen Isten anya hathatós közbenjárására ad, hogy felkeljünk bűneinkből, akik az ő emlékezetét ünnepeljük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: hol vagy? Ő így válaszolt: hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. De az Úristen így szólt: ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem. Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó rászedett, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz: mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel. Az asszonynak meg ezt mondta: megsokasítom anyasságod gyötrelmeit, fájdalommal hozod világra gyermekeidet, vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. A férfinak pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, a föld is átkozott lesz miattad, és csak sok fáradtsága lehetsz terméséből életed minden napján. Tövist és bokáncsot terem az neked, és a mező füvét fogod enni. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, még vissza nem térsz a földbe, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba. Ádám Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élők anyja. Majd az Úristen bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután így szólt az Úristen: íme az ember olyan lett, mint egy mi közülünk, ismer jót és rosszat. Nos, tehát meg kell akadályozni, hogy kinyújtsa kezét, és szakítsa az élet fájáról is, nehogy egyék és örökké éljen. Kiűzte tehát őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje azt a földet, amelyből megalkotta. Miután kiűzte az embert, az Éden kert keleti oldalára kerubokat és lobogó lángpallost állított, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ez az Isten igéje. Istenek legyen hála. A Zsoltár válasz: te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, a föld és a világ létrejött, Istenünk, te öröktől fogva létezel. Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Te a halandót ismét porrá teszed, így szólsz: emberek fiai, térjetek vissza a porba. A te szemedben ezer év akár a tegnap, úgy tűnik tova, mint egy őrállás ideje éjszaka. Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Te elragadod őket, olyanok lesznek, mint a hajnali álom, mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, estére azonban elfonnyad és elszárad. Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket. Térj hozzánk, Urunk, meddig késlekedsz, légy könyörületes szolgáidhoz. Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Alleluja! Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust,
mert nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet, már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsájtom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek. Tanítványa így feleltek. Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mint jól lakjanak? És ekkor megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Azt felelték, 7. Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta, és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot, 7 kosár telt meg vele. Mintegy 4000 voltak. Azután elbocsájtotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóra szállt, és Dalmanuta környékére ment. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hogy a bevezetőben hallottuk, a mai napon az Elszentegyház a lurdi jelenésekre gondol, és ezt a napot az Anyaszentegyházi a betegek világnapjának nevezte el. A betegekért imádkozik. És az egyház vezető is, de mi is az egyháznak a tagjai elgondolkozhatunk azon, hogy vajon mit tudunk tenni azért, hogy a betegek gyógyuljanak. Hiszen mindjárt a feladata az, hogy a világnak a sebét gyógyítsuk. Nem a saját erőnkkel, hanem Isten szeretetével, jóságával. És erre a napra, ünnepre Ferenc pápa egy külön levelet írt, érdemes utána nézni és olvasni, és fölhívja a figyelmet arra, hogy a testi betegségek nagyon sokszor párosulnak lelki betegségekkel. A beteg ember az mindig valahogy úgy érzi, hogy kiszorul a közösségből, magányosnak, egyedülállónak érzi magát. És a nagyon szépen összekapcsolja ezt a gondolatot egy irgalmas szamaritánusnak a példabeszédével. Ez az ember, akit oda félre löktek, kiraboltak, nem csak a fizikai fájdalmat élt át, hanem azt is ott feküdt, és látta azt, hogy egymás után mennek el az emberek mellette, és nem segítenek neki. És az irgalmas szamaritánus volt az, aki oda ment, és fölemelte őt, és hordozta őt, és elvitte egy olyan helyre, ahol aztán a testileg is gyógyulást kapott. De nagyon fontos lehetett számára az, hogy valaki észrevette őt, és valaki oda ment, és valaki fölemelte és segítette. Nagyon szép ez a gondolatmenet, és az egyháznak is a feladata ez, meg a mi feladatunk is ez, hogy úgy forduljunk a betegek fel, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Nincsenek egyedül. Ott van Jézus, aki keresztre feszítették, értünk, aki tudta, hogy mi a szenvedés, hogy ezt olvassuk. Meg hát, ha emlékedünk az evangéliumot, mindenhol megjelenik ez a gondolat, hogy együtt érez a betegekkel. Ő is testi-lelki szenvedéseken ment keresztül. De ott van a boldogságos Szűz Mária, a Jézusnak az édesanyja, akiről a Szentírás azt írja, hogy a lelkét tör járta át. Megint nem csak fizikai fájdalmat érzett, hanem lelki fájdalmat is. És ott van az egyház, ott vagyunk mi is, aki ezt a kegyelmet közvetítik feléjük. És ezzel a figyelmes szeretettel, hogy ezt Jézus tette, hogy a mai evangélium is erről szól. És látja azt, hogy ott van az a nagy tömeg, és hogy éheznek. És ezt fölismerte, és az eukarisztiának az előképe, amit ad, az a kenyér, és a hal az ő szeretetének a jele. És ez nem csak a testi épségüket csillapította, hanem a lelki épségüket is. És gondoskodik róluk, odafigyel rájuk, és táplálja őket testi-lelki értelemben. Mi az üzenet számunkra? Ez, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki sebzett a világ bűnétől. Mi is, egészen biztosan, sebeket hordozunk.
De lehet, hogy a környezetünkben vannak olyanok, akiknek a sebei még fájdalmasabbak. És amit a Szent Atya ír, az élőlétet, a kiszolgáltatottságot, a magányt még jobban átérzik, mint mi. És a mi feladatunk az, hogy Istennek ezt a gyógyító szeretetét, jóságát közvetítsük feléjük. Hogy ne érezzék azt, hogy egyedül vannak. Az Isten kegyelme, Istennek a szeretete átölel, átfa minket, és nekünk ezt az átölelő, felemelő, gyógyító szeretetet kell közvetíteni feléjük. Amen. Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbenjárására, mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajelét az egyházban. Katolikus egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, Péter megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért, könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Papi hivatásokért és lelki pásztoraink eredményes munkájáért, könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szűzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért, könyörögjünk az Úrhoz, kérünk téged, hallgass meg minket. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért, könyörögjünk az Úrhoz, kérünk téged, hallgass meg minket. A körülöttünk élőkért, akik Isten gyógyító szeretetére vágynak, és azokban emeséért, könyörögjünk az Úrhoz. Urunk Istenünk, Te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló hívei kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, amiket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk Krisztusra, ami Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott vagy, Urunk, a bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd, Uram, bűneimet, bűneimről tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülőanyjának közbenjárására senkinek se legyenek eredménytelenek az imádságai, és meghallgatás nélkül a kérései, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy téged szentjeidben csodálatosra méltónak valljunk, de kiváltképpen, midőn tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő úrunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Jó, ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket szentelt, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, de Lurdi jelenésére emlékezünk, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget.
Erősítsd meg időben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagul részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmas nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmas nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Azokkal együtt, akiket éppen a betegségük akadályoz meg abban, hogy itt legyenek, mondjuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltár és szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Könyörögjünk. Örök megváltásodnak részesei lettünk, Istenünk. Kérve kérünk, hogy amíg fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, tedd teljesebbé bennünk kegyelmed ajándékait, és életünkben egyre jobban megtapasztaljuk üdvözítő jóságodat Krisztus, ami Urunk által. Küzdelmeinkhez kérjük Szent Mihály Arkangyal segítségét. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.